Maradjunk Bélánál és Marikánál. Mondjuk tegyük fel, hogy Béla cukorbeteg. A cukorbetegsége miatt mondjuk van már alapból egy merevedési zavara, ehhez mondjuk még társul egy teljesítmény szorongásos állapot. Marikának ízületi fájdalmai vannak, emiatt ugye bizonyos pózok fájnak neki, kerül is bizonyos pózokat a szexbe, és mellesleg mondjuk van egy önértékelési zavar, ami mondjuk a nőiességéhez kapcsolódik. Mindezt megspékeli az a helyzet, hogy mondjuk kicsi lakásban élnek. Nagyon sok olyan elvárás nyomakszik rá a férfiakra, ami ellehetetleníti azt, nyilván a nőkre is, hogy őszintén belenézzenek abba a tükörbe, hogy nekem amúgy mi a szívfájdalmam, és hogy én nekem hol vannak a sebezhető pontjaim. Másik kulcskérdés a felszabadultság mellett, hogy mennyi feltétele van az én életemben annak, hogy jó szex tudjon lenni. És lehet, hogy az elakadásaim miatt sokkal több feltétele van ennek, és vannak alapfeltételek, amik szerintem tényleg szükségszerűek. Ez itt az Amiről nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. Borzasztóan bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebbé és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy megértsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van. A mi ali meg a szexet egy kimeríthetetlen téma, és már volt erről egy adásunk, viszont azt gondoltam, hogy szeretnék egy második részt is ez a témához. Az első részben arról beszéltünk jobbára, hogy a kontroll, a másik megváltoztatásának az igénye mennyire felborítja a dinamikát a párok között, vagy a pártagjai között, és hát azért ezen kívül még nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy hogyan lesz egy jól induló párkapcsolat szinte teljesen, vagy teljesen szexmentes. Erről fogunk ma beszélgetni, itt van Szirtes Lili tanácsadó szakpszichológus, és Lázár Gergely klinikai szakpszichológus, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Arra gondoltam, hogy kezdhetnénk azzal, hogy egy picit behozunk egy-egy tapasztalatot a saját praxisunkból, hogy mik szoktak megjelenni, vagy milyen kérdéseknél jelenik ez meg, mi a tapasztalatotok. Én is hoztam egyet, de nem azzal kezdeném, hanem kíváncsi vagyok a ti tapasztalatotokra. Az adás előtt én is gondolkodtam, hogy milyen sztorikat tudok hozni, és azért nyilván egy ponton mindenféleképpen felmerül a szexualitás, vagy az intimitáshoz, vagy a saját testhez, a másik testéhez való viszony a terápiákban. És ahogy pörgettem magamban ezeket, azt tapasztaltam, vagy azt találtam, hogy mindenkinél ügy. Tehát, hogyha jó, most ez lehet, hogy torzítás, de hogy elég csekély százalékának a klienseimnek nincs ezzel valamilyen kihívása, vagy problémája nyilván, hogyha egy hosszabb, vagy egy tartósabb párkapcsolatban élnek. Amivel talán én elkezdeném, az, amikor mondjuk már tényleg évek óta tart egy kapcsolat, nagyon sok árnyoldalát látják a másik működésének, karakterének, de nyilván nagyon sok mindent meg is fejlődtek együtt, és akár így kölcsönösen gyógyultak egymásnak a tükrében, de azért néha-néha megmutatja magát egy-egy olyan konfliktus helyzet, amit vagy nagyon indulatosan, vagy a másikkal szemben agresszíven kezelnek, nagyon előre tolva a saját nyilván egójukat, vagy de hát a mögöttes szándékok vagy szükségletek azok természetesen az önvédelem, a másik empátiájának a kivívása, a saját igazságnak a megértetése a másikkal, de hogy ez mondjuk nem fejeződik ki, vagy nem mondódik ki egyértelműen, csak egyre nagyobb és paprikásabb indulatokkal fognak egymással beszélgetni, és ez ráül a későbbi szexualitásra is. Tehát ott van mondjuk egy nem jól kezelt, falig elvitt konfliktus, amiben mind a kettő vélhetően sérült, sebződött, és utána úgy védekeznek a későbbi sérülés ellenében, hogy nem nyitnak
kevéssé fejezik ki a vágyat, elhalogatják azt, hogy egymáshoz lehessen közelíteni, akár az intim közelséghez már elkezd asszociálódni az, hogy oké, engem bántottak, vagy engem sérelem ért, és ezáltal egyre kevesebb és egyre problémásabb, vagy konfliktusosabb lesz a szexuális élet. Tehát többeknél ezt tapasztaltam, nem csak egy elszigetelt eset ez. Tehát valahogy így ez volt most, ami így a vezető. Nekem nagyon hasonlóak ehhez a tapasztalataim neked? Nekem vegyesek a tapasztalataim, én ugye dolgozom párterapeutaként is, és hadd mondjak egyet a sok közül, ami szerintem például abszolút érdekes lehet, és azt megerősíti, hogy a szexnek a megszűnése az valahol egy tünete valamilyen kapcsolati problémának, zavarnak, ami egy komplexebb történet. Hadd mondjak egy egyszerű példát, mondjuk képzeljük el, hogy Béla és Marika, direkt választottam olyan neveket, akik ugye nem ülnek itt, eljön hozzám mondjuk párterápiába, és akkor mondanak valamit, hogy hát nem tudom, a gyerekekkel van baj, meg konfliktusaink vannak, meg feszkó van a kapcsolatban, meg minden, de amúgy a szex a szóba se kerül mondjuk. Szóval ez egyik, amit már most behoznék, hogy egyébként ebben a munkában, hogyha a pár nem hozza be magától a szexet témaként, akkor én mindig rá szoktam azért kérdezni. Tehát nem egyből így az első alkalommal, hogy nem hozza be, és akkor egyből így befeszítem őket ezzel a kérdéssel, de azért úgy fontos ezt így explorálni, mi van a szexel. Maradjunk Bélánál és Marikánál. Mondjuk tegyük fel, hogy Béla cukorbeteg. A cukorbetegsége miatt mondjuk van már alapból egy merevedési zavara. Ehhez mondjuk még társul egy teljesítményszorongásos állapot. Marikának ízületi fájdalmai vannak, emiatt ugye bizonyos pózok fájnak neki, kerül is bizonyos pózokat a szexbe, és mellesleg mondjuk van egy önértékelési zavar, ami mondjuk a nőiességéhez kapcsolódik. Mindezt megspékeli az a helyzet, hogy mondjuk kicsi lakásban élnek, és mondjuk a hálószobájuk az úgy van elhelyezve, hogy a gyerekszoba és a mosdó között van. Tehát mikor mondjuk este egy nagy nehezen a fáradt munkanap után belekezdenének valamibe, már ugye szoronganak, hogy mi lesz, hogyha a gyereknek most kell pisilni mennie. Mindezt még megspékeli, hogy mondjuk nem is nagyon tudnak erről beszélni, mert egy olyan családba szocializálódtak, ahol a szex az egy ilyen tabusított, kerülendő téma. Ugye a terápiában is ezért nem hozzák be a szex témát például. És ugye ehhez még hozzájárul az is, hogy mindketten egy csomót dolgoznak, stresszesek, fáradtak, ami csökkenti a libidójukat, és egyszerűen csak érzékelnek valamit, hogy hát valahogy így nem működik a kapcsolat, sok a feszkó, na és akkor eljönnek ők párterápiába. Mit akartam ezzel érzékeltetni? Ez nyilván most egy fiktív eset volt. Azt, hogy... Annyira nem is fiktív, már ha belegondolok, hogy hány magyar családra lehet ez így igaz, abszolút, hogy ezek a problémáik. Persze. Csak ugye azt akartam ezzel elmondani, hogy ugye amikor ezt a kérdést tesszük fel, mi öli meg a szexet, így nekem ugye kapásból eszembe jut, vagy 20-30 magyar ok, de hogy úgy kell ezt nézni, hogy az egész egy ilyen interakciós mintázatba helyezzük, és például amiket én is felsoroltam, abban ugye volt kommunikációs probléma, pszichológiai probléma, organikusok, környezeti tényező, és ezek mind együtt létrehozzák azt, hogy valamiért nem működik a pár között a szex, és egyébként lehet, hogy ők se nevezik meg ezt problémaként, és itt jön a következő, hogy mivel a szex elmarad, nincs szex, és egyébként tudattalanul, mellett, hogy nem is tudatos bennük ez a vágy, Béla és Marika amúgy szeretnének szexelni, ez egy további elégedetlenségi faktort okoz, amit lehet, hogy a kapcsolatban ők úgy fejeznek ki, hogy például neheztelnek egymásra. Csak úgy belekötögetnek egymásba ilyen-olyan okokból, maguk se tudják miért, de lehet, hogy ennek az egyik oka az az, hogy elégedetlenek például a szexuális életükkel, csak erről nem tudnak beszélni. Ebből vannak konfliktusok, ezzel jönnek mondjuk a párterápiába. No, szóval hogy én kb. Így tudom ezt így látni, hogy igazából az, hogy a szex megszűnik, az sok esetben inkább egy ilyen kapcsolati zavarnak a tünete, ami egy ilyen több tényezős történet, és ugye ezeket nagyon fontos ilyenkor itt részletesen explorálni, hogy mi a helyzet. Abszolút, szóval, hogy beágyazott az egész családi rendszerbe, a lakhatásba, nagyon sok mindenbe, a külső környezetbe, oly módon is esetleg, hogy lehet, hogy az is egy probléma, hogy a
az anyós kérdés nincs megoldva, hogy az egyik gyerekszerepben van a kettő közül, ott ugye ez már nagyon fel tud borulni, de egy pillanatra visszatérnék az organikusokra, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ezt mindenki tudta, hogy mire gondolsz, hogy organikus ok alatt ugye ilyen testi betegségeket értünk, mint például a cukorbetegség így a példádban. Csak azért, hogy így, így van, az vagy is. Az ízületi fájdalom, igen. És ahogy így, tehát egyrészt akkor kiemelném abból, amit mondtál, hogy elképesztően összetett ez a kérdés, és nem szabad megragadni a pszichologizálás szintjén feltétlenül, mert hogy simán lehetnek ennek prózai okai, és azokon is kell gondolkodni, és azzal is kell foglalkozni. És nyilván nem mindenki teheti azt meg, hogy nagyobb lakásba költözik, és gondolkodik azon, hogy milyen legyen az elrendezése a lakásának, de azért nekem eszembe jut egy óra az egyetemről, ahol ezzel foglalkoztunk, hogy kutatások mit mondanak az ilyen jellegű kérdésekben, és hogy milyen a jó elrendezése a lakásoknak. Tehát, hogyha valaki még előtte áll, és mondjuk valaha építkezni szeretne, akkor érdemes azon gondolkodni, hogy a hálószoba az tényleg legyen messze, vagy a lehetőleg messzebb a gyerekszobától, aminek van egy olyan funkciója, hogy most sokan lehet, hogy felszisztennek, hogy de hát, ha kisgyermek születik, ez nem praktikus, mert ugye messze van a szoba, viszont hosszú távon ez teszi azt lehetővé, hogy egy picivel több nyugalom legyen az intimitás fenntartása érdekében. És hogy ahogy hallgattalak titeket, az fogalmazódott meg bennem, hogy nyilván nem egyetlen állításunk sem igaz minden egyes helyzetre, így ez sem lesz, de hogy úgy egy eszencia megfogalmazódik bennem, hogy azért a jó szexhez biztonság kell. Uh-huh. Érzelmi biztonság, kötődési biztonság, meg mondjuk fizikai biztonság, vagy így a körülmények biztonsága is. És hogy nem vagyok abban biztos, hogy ez eléggé tudatosul az emberek fejében, amikor arról gondolkodnak, hogy milyen a szexuális életük, hogy lehet, hogy nem érzem magam egyébként biztonságban hozzá. Abszolút. Szerintem itt az is nagyon fontos még a biztonság mellett, hogy mondjuk legyen egy biztonságos kommunikációs tér is, tehát amit ugye behoztam példaként. Ott ugye látszik, hogy mondjuk mind Béla, mind Marika számára mondjuk a szexről való beszélgetés, ahhoz nincs egy biztonságos tér, mert mindkettőjük feszengen. Mindkettőjük mondjuk feszengettől a témától. És nem is nagyon merik ugye elmondani, hogy nekik mondjuk ezzel problémájuk van, de hogy valóban ez lehet egzisztenciális bizonytalanság. Például lehet, hogyha anyagi gondok vannak, az is vissza tud úgy ütni, hogy akkor rengeteg a stressz, és elkerüljük, bár egyébként másik irányba is fordulható stresszkezelésre használjuk a szexet. Mondjuk ez nem feltétlenül a minőségét javítja, de legalább többször csináljuk. És hogy lehet érzelmi bizonytalanság, tehát mondjuk a folyamatosan a másik engem degradál, leértékel, megjegyzéseket tesz, nyilván túl sok kedvem nem lesz a dologhoz, ugyanígy a fizikai veszélyeztetettség is ide tartozik, hogy mondjuk van például egy bántalmazás, egy fizikai bántalmazás a kapcsolatban, és akkor emiatt alakul ki bennem az, hogy én nem akarok a másikkal akár együtt lenni, vagy például... Az, ami mondjuk teljesen érthető. Ami teljesen érthető. Vagy félelemből vagyok vele, ami megtraumatizál engem. Eszembe jut ezzel kapcsolatban, nagyon fontos szerintem, hogy ennyi szempontot behoztál ebben a példában, és olyan szép látleletet ad arról, hogy hogyan is működünk akár ebben a társadalomban, vagy mi emberek úgy általában, de hogy ennek a társadalmi vonatkozására fókuszálnék most, hogy mi az, amit tanulunk a szexualitásról, vagy a szexuális kommunikációról, hogy honnan is eredeztethető az, hogy ennyire tétován közelítünk ehhez a témához, és nincsenek megfelelő szavaink, vagy kifejezéseink, és nem tudjuk elképzelni, hogy a másik mondjuk hogyan reagálna arra, hogy mi felhozunk egy ilyen témát, vagy akár a vágyainkról beszélünk, megfogalmazzuk azokat pironkodva, vagy akár egy kicsit direktebben, és hogy eszembe jutnak azok a klienseim, akik vallásos neveltetést kaptak, és nyilván nem mindegyik, tehát hogy ebből sem lehet ilyen nagy általánosításokat levonni, viszont
azért sokszor azt tapasztalom, hogy aki vallásos környezetben nőtt föl, annak tapad a szexualitáshoz egy óriási nagy tabú és egy bűntudati töltet, amiben már egész korán mondjuk az önkielégítéssel kapcsolatban, tehát hogy mondjuk még párkapcsolat hírből sincsen, de már ugye elindulnak a prepubertás korban a saját örömszerzésnek így a kezdő csírái, és hogy ezzel kapcsolatban rögtön jön hozzátapad egy félelem, egy bűntudat, egy szégyenérzet, amit utána visznek majd a paphoz, meggyónják, és azt érzik, hogy oké, de hogy ez a vágy ez ugyanúgy munkál bennem, és hogy akkor ez ugyanúgy bűnös. Van egy ilyen mintázata az én klientúrámba járók történeteinek. Ez az egyik, ami eszembe jutott így a társadalmi vonatkozásról, és nyilván így a generációs neveltetésünk, tehát az, ahogyan azért a szüleink, a nagyszüleink generációja még bőven a tabusításnak a kultúrájából jön, és ehhez hozzátartozik az is, hogy olyan témákat, amikben mondjuk sebezhetőségünket tudjuk felvállalni, vagy tudnánk felvállalni, azt inkább nem tesszük meg, mert mi lesz a következménye, nem látom, az egy szürke köd, ami előttem van, és hogy ez szépen így a generációról, generációra való öröklődés, vagy minta átadás során, ez megérkezik amúgy a 20 évesekhez, 10 évesekhez is, akik lehetséges, hogy mondjuk más környezetből tudják meg, tapasztalják meg az információkat, amik nagyon sokszor egy ilyen torz valóságérzékelésre épülnek, mert mondjuk nem egy direkt, közvetlen és tabumentes kommunikációt tanultak meg mondjuk a felmenőiktől, vagy akár az iskolában, beszélhetnénk ugye itt az edukációnak az elégtelenségéről, vagy a nem megfelelőségéről, és mondjuk azokat az információkat, amik mondjuk a szexről való elképzeléseiket árnyalnák, azok jönnek a pornóból, a reklámokból, az ilyen-olyan összeszedett információkból, amik nyilván nagyon erősen befolyásolják, és sokszor negatív irányban azt, hogy utána hogyan kezdenek bele egy kapcsolatba, vagy hogyan élik meg a saját szexualitásukat, vagy a saját igényeiket, hogyan húzzák meg a határaikat, vagy éppenséggel nem. Meg amit példaként hoztál, az is egy csomóféle párkapcsolati dinamikát el tud indítani, és rengeteg lehetőséget ad. Ha mondjuk maradunk most nem Bélánál és Marikánál, hanem mondjuk legyen Otto és mit tudom én, Gabriella. Mondjuk lehet, hogy Gabriella egy ilyen konzervatív, vallási, kulturális, szocializációs múlttal rendelkezik, ahol ő neki az az alapvető élménye, hogy ez egy ilyen bűnös dolog, erről nem nagyon lehet beszélni, stb. Tehát egy sok szégyen bűntudat társul ehhez, de úgy van vele, hogy ő erre rálát, és akkor végül is ő hajlandó ezzel úgy azért foglalkozni, és mondjuk Otto meg kellően empatikus, türelmes, bevezeti őt ebbe a világba, segít neki egy kicsit feloldódni, és létre tud jönni az a fajta felszabadultság, ez szerintem egy kulcsfontosságú fogalom ennél a témánál, ami a jó szexuális életnek egy fontos eleme tud lenni, mert ugye valahol ezek a szégyenérzetek, bűntudatok ezt tölik meg általában, ezt a fajta felszabadultságot, hogy nem ez a játékosság kivész belőle. De lehet olyan is, hogy egyébként Gabriella úgy van ezzel a dologgal, hogy jó, hát neki ez egy kellemetlen téma, nem akar vele foglalkozni, le tudja, ha nagyon muszáj idézőjelbe, és akkor Otto meg úgy érzi, hogy ő meg nem akar nyomást helyezni mondjuk Gabriellára azzal, hogy így feszegeti ezt a kérdést, és akkor létrejön egy ilyen fura sakmat állapot igazából, hogy egyikőjük ugye foglalkozni nem akar a dologgal, azért kerüli el, a másik meg azért kerüli el, mert nem akarja kellemetlen, kényelmetlen helyzetbe hozni a partnerét azzal, hogy előáll azzal, hogy hát nem igazán jó így a szex közöttünk, és akkor így ennek meg megint az az eredménye, hogy nincs szex tulajdonképpen, és egy másfajta szinten tapasztalunk esetleg problémát, ami a tudatosságunk szempontjából észlelhető, és azt hiszük, hogy mondjuk az a baj, lehet, hogy amúgy az is, de nem csak az. Eljátszottam a gondolattal, hogyha hárman írnánk a szexből, vagy a szexről egy könyvet pszichológiai szempontból, akkor jó vastagkönyv lenne. Basszus, tehát hogy így szerintem kiviláglott ebből az eddigi részből, hogy minden
pszichológusnál megvitatandó téma mennyire összetett, ezért sem lehet azt elvárni, hogy ezeket röviden ki lehessen elemezni, vagy egyszerű válaszaink legyenek a kérdésekre, és sokszor én is azt látom, hogy a felszínen keresik a megoldást, és rengeteg sértés származik abból, hogy persze, hogy nem működik köztünk a szex, mostanában már nem vagy olyan csinos, mint régen, és hogy ez annyira a felszín, és nyilván ezzel együtt egy fontos téma, hogy mennyire figyelünk oda magunkra, hogy az intimitáshoz szükséges dolgokat legalább ne gátoljuk ezzel, de azért a jó szexnek nem előfeltétele a zsírmentes test, és a teljesen izmosra kidolgozott tökéletes test. Szóval, hogy azért nem ezen múlik minden. De fontos, hogy ezekben egyeztessük mondjuk az igényeinket, vagy maradjon azért mégis valamennyire egy odafigyelés. Ezzel egyetértek, meg kicsit kapcsolódnék ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy így akár 20-30-40 okot is felsorolhatnánk, hogy mi vezethet a szexualitás megszűnéséhez, és ezt mind fontos látni, hogy egy tényező önmagában nem vezet önmagában ahhoz feltétlenül, hogy megszűnjön a szex. Tehát ahogy nem vezet egy kicsit nagyobb túlsúly sem feltétlenül, nem vezet például egyébként egy erektilis diszfunkció se ahhoz, hogy megszűnjön a szex, mert lehet, hogy ez egy részleges erektilis diszfunkció, tehát hogy bizonyos helyzetekben van, máskor meg nincsen, és amikor éppen nincsen annyira, akkor azt mondja a pár, hogy hát akkor most orális játék. Most akkor nincsen behatolás, lehet, hogy a palinak éppen az nem jelent szorongást, hogy nem tudja odaadni a hüvelynek a péniszét, ugye, ahogy mondani szokták, hanem el tudja fogadni, most akkor orális játék van, és akkor nem egy kudarc élmény lesz ez a párnak. Ugyanígy, tehát, hogy ezek ugye mindig együtt eredményeznek valamit, tehát, hogy van mondjuk egy túlsúly, nekem van mondjuk emiatt egy önképemmel egy problémám, és a partnerem is mondjuk azt tükrözi vissza, hogy hát neki ez annyira nem jön be, elutasító velem, vagy valami más miatt nem kezdeményez, mert az is simán lehet, hogy más miatt nem kezdeményez, csak én úgy értelmezem, hogy biztos a túlsúlyom miatt. És hát a legtöbbször én azt látom, hogy inkább valami más az ok, csak amikor kérdezgeti erről az egyik fél a másikat, nem ásnak le, hogy megvizsgáljam, hogy jó, hát könnyű ráfogni ezekre a külsőségekre, meg a felszínes dolgokra, semmint, hogy azon gondolkodjak, hogy a férfiúi önbecsülésem egyáltalán nincs a helyén, mert folyamatosan hagyom, hogy megalázzon valaki a munkahelyen, nem olyan a fizetésem, nem merek karriert váltani, vagy a karrieremben nem tudok előrébb menni, nem igazán érzem magam magabiztosnak, és hát itthon a szexhez kellene ez a magabiztosság, hogy megéljem magam férfiként, és ezért nem kezdeményezek. De hát mennyivel könnyebb azt mondani a feleségemnek, hogy meghisztál. Igen. Ez egy másik tipikus minta egyébként, amit szoktam látni. Ugye most, amit kiemeltem a bevezetőben, az az elkerülő tendencia, hogy mondjuk a pár elkerüli. Ezzel is találkozom, de ilyen is van, hogy valaki önmagát hibáztatja, és akkor egy okot nevez meg. És hát általában az az egy ok, az biztos nem csak az az egy ok, hanem van még mellette más is. És innen is úgymond nehéz sokszor elindulni, mert lehet, hogy egyébként van erre egy olyan fajta megerősítés is a másik oldalon, ami negatív. Tehát, hogy mondjuk azt mondom, hogy te nem vagy elég izgalmas, mit ilyen-olyan-amolyan, és akkor létrejön ugye egy ilyen, megint csak mondhatjuk, hogy bántalmazó dinamika, amitől mondjuk nehéz eltérni a párnak, innen emiatt meg ugye nehéz változtatni is. Szerintem is, szóval a szexualitás az nem kiemelhető a kontextusból, tehát amit így beszélünk most már egy ideje, és hatás, kölcsönhatás folyamatosan ebben a dinamikában vannak a párok, hogy oké, én érzek valamit, lehetséges, hogy az az érzés, az olyan fülekre talál, ami empatikus, ami tud velem haladni ebben a félelmemben, szorongásomban, és abban támogat, hogy kijöjjek ebből, és biztonságban érezzem magam, de lehet, hogy azt a választ kapom erre, hogy igen, mert a te hibád, vagy hogy te még nem tartasz ott, vagy te nem vagy megfelelő, vagy elegendő számomra, és lehet, hogy ezek nem így direktbe hangoznak el, hanem
ilyen kis hétköznapi elejtett odaszúrásokban, vagy egy-egy gesztusban, vagy oda nem figyelésben, nyomogatom a tévét, te mondasz valami számodra fontosat, a saját érzéseidről esetleg, vagy így hát bizonytalankodva, mert nem tudod, hogy esetleg milyen választ fogsz kapni tőlem, de hogy én rád sem hederítek, igazából foglalkozom a saját dolgaimmal, lehet, hogy azért, mert hogyha belemennék én is ebbe a témába, és itt hozzá csatlakozom, akkor a saját sérülékenységemmel kellene szembenézni, ami viszont rendkívül fájó. És ezért megint egy ilyen társadalmi aspektus vagy norma, hogy kell viselkedni egy férfinak, hogyan kell viselkedni egy nőnek, és most ugye itt azért zárójelben megjegyzem, hogy heteronormatív szövegkörnyezetben beszélünk, de hogy ez azért átültethető sok szempontból homoszexuális párokra is, vagy tehát, hogy sokféle szexualitásról beszélgethetnénk itt, de hogyha arról beszélünk, hogy mit jelent mondjuk férfinak lenni a mai társadalomban, mit jelent nőnek lenni a mai társadalomban, és hogy még mindig uralkodik egy olyan nézet, ugye ezt a toxikus maszkulinitással szoktuk, ugye erről is szólt egy podcast szerintem, vagy valami, van egy ilyen emlékem, hogy, tehát, hogy ezzel a kifejezéssel szoktuk illetni, hogy nagyon sok olyan elvárás nyomakszik rá a férfiakra, ami ellehetetleníti azt, nyilván a nőkre is, hogy őszintén belenézzenek abba a tükörbe, hogy nekem amúgy mi a szívfájdalmam, és hogy én nekem hol vannak a sebezhető pontjaim, és ezért könnyebb, és valahogy automatikusabb is rögtön visszafordítani a másikra, és így a felelősséget is áttenni rá, hogy valamilyen külsődleges vagy belső tulajdonságod okán vagyunk akadályoztatva mondjuk a jó szexben, vagy az elmélyedésben, vagy a szexuális életünk gyakorisága az azért szorult vissza, mert hát nem velem van a baj, hanem egyértelműen te hagytad el magad például. Engedjétek meg, hogy egy mondat erejéig megszakítsuk a beszélgetést. Hálás vagyok az Önazonos Vagyok klub tagjainak, mert a klubtagságuk lehetővé teszi, hogy sok emberhez eljussunk ingyenesen ezzel a podcasttel. Nagyon jó, hogy elhangzott ez az elvárások kifejezés, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy a szexuális életnek a halálához gyakran vezetnek ugye az irreális elvárások. És ugye a párkapcsolat halálához. Meg a párkapcsolatához is összességében véve így van. Itt tök fontos lehet azt megnézni, hogy egyébként az elvárások azok milyen jellegűek, ezek belső vagy külső elvárások. Lehet, hogy én várok el valamit magamtól, amit amúgy te nem vársz el tőlem. Tehát mondjuk én férfiként azt várom magamtól, hogy én mindig így, mint a győzelmi zászló, és teljesítsek, és 3 orgazmus, de te ilyet nem vársz amúgy tőlem. De fordítva is lehet, hogy egyébként te várod tőlem, és egy idő után ettől én már egyre jobban befeszülök. Sőt, olyan is lehet, hogy a környezetünk vár el tőlünk valamit, amit például nem tudunk teljesíteni, aminek mondjuk hatása van a szexuális életünkre, például valami fajta státuszt, presztízst, emiatt ugye stresszelünk, és a stressz közvetett módon hat a szexuális életünkre. Tehát egy párnak nagyon fontos ezt megvizsgálni, hogyha hasonló problémával szembesül, hogy a párkapcsolatokat érintő elvárások, azok hogyan alakulnak. Belső elvárások, külső elvárások, ezeknek az összessége, az mit hoz létre, mi ebből, ami reális, ami irreális, amit érdemes esetleg újra fogalmazni. És szerintem a tévhiedelmeket is érdemes itt behozni, vagy ez nagyon rokon fogalom most itt, hogy egyáltalán mit gondolok arról, hogy milyen a jó szex, és ez hogyan formálja az én elvárásaimat arról, hogy mi most együtt milyenek vagyunk ebben egy párként, és hogy az is lehet, hogy ez nem is az én vágyam. Csak jön egy ilyen nyomás, hogy ilyennek kéne lennie a szexnek, és nálunk nem ilyen, és azt teszem problémává, ami egyébként a saját igényeimhez mérten nem is probléma nekem. Tehát nekem amúgy lehet, hogy jó lenne így, ha gondolkodnék azon, hogy mennyi szexet szeretek, vagy szeretnék, és hogy szeretném ezeket, de ehelyett azt gondolom, hogy jön egy ilyen nyomás kívülről, hogy itt ennek mennyire aktívnak kell lenni 10 év után is, és nálunk nem az, úgyhogy úristen, nálunk óriási a probléma. Így van, a hiedelmek, a szokások, azok abszolút befolyásolják, tehát mondjuk lehet, hogy mondjuk van egy pár, ahol mondjuk az egyik tag, mondjuk legyen a női tag, azt mondja, hogy mindig a férfinak kell kezdeményezni, mert az úgy normális. Mondjuk egy meggyőződése az illetőnek, és ettől az egészbe mondjuk bekerül már egy ilyen rugalmatlansági tényező, ami esetleg pont azt a fajta spontaneitását
kezdi ki a dolog, és ezzel még egyszer mondom, hogy tehát nem, akkor nem ő tehet róla egy szemébe, hogy rossz a szex, hanem ez egy tényező megint csak. És mondjuk egy párterápián ezt meg lehet vizsgálni, hogy ez honnan jön, család melyik tagja képviselt hasonlót, mit gondolnak, hogy ez most adaptív-e az életükben, mi lenne, ha ő is kezdeményezne, hogy érezné magát egy ilyen helyzetbe, és akkor, hogyha mondjuk ez egy ilyen szexterápia is, nem csak egy párterápia, akár gyakorlatot is lehet adni, tehát hogy mondjuk a kicsit a megoldás felé is menjünk, hogy ez mind-mind abszolút belefér egy ilyen helyzetbe. És akkor egyből ott vagyunk, hogyha azt hiszem, hogy mindig a férfinak kell kezdeményezni, ez igazából nagyon sokat mond arról, hogy én nőnek tudom-e megélni magam, ha nem kezdeményez nálam a párom, és akkor hogy is vagyok én a saját önértékelésemmel? Mennyi feltétele van annak? És hát szerintem ez egy másik kulcskérdés a felszabadultság mellett, hogy mennyi feltétele van az én életemben annak, hogy jó szex tudjon lenni. És lehet, hogy az elakadásaim miatt sokkal több feltétele van ennek, és vannak alapfeltételek, amik szerintem tényleg szükségszerűek. Kiemeltem a biztonságot egyébként, ugye, aminek több rétege van, de hogy ehhez képest lehet, hogy nekem sötét kell legyen, meg kell fürödjek, neki kell kezdeményezni, spontánnak kell lenni, és ha ezek egyik eset teljesül, vagy valamelyik, és akkor még sorolhatnánk, mert szerintem még 20-at fel lehetne ilyenekben sorolni. Valakinek az a feltételrendszer, hogy csak ne elkötelezett kapcsolatban, mert ott szorongok, és én csak akkor tudok felszabadultan szexelni, ha nincs kötődési kapcsolat. Az is egy elég szűkösre szabott feltételrendszer, hogy mikor van lehetősége az adott személynek megélni a szerinte jó szexet. És hát ehhez képest mondjuk, ha dolgozunk magunkon, az önismeretünkön, az önértékelésünkön, akkor ezekből a feltételekből le lehet dolgozni, hogy úgy mondjam. Szóval egyre kevesebb és kevesebb feltételhez kötött az, hogy mi mikor tudunk egymással jól együtt lenni. Nekem eszembe jutott egy olyan okjelenség is, ami lehet, hogy egy elsőre most nem lesz teljesen érthető, amikor egy pár tagjai leszoknak a szexről. Tehát azt mondják, hogy tehát valami miatt nehéz összehozni, ugye maga az is, hogy ugye előkészítsük, hogy megadjuk a módját, lehet, hogy jár bizonyos munkával, odafigyeléssel, erőfeszítéssel, lehet, hogy amúgy nem is olyan jó feltétlenül, és akkor azt mondjuk egy idő után, hogy hát végül is tudunk milyenékül is létezni, nincs erre feltétlenül szükség, tehát utólagosan meg is racionalizáljuk az egészet, hogy miért nincs szex, és valahol úgy gondolunk erre, hogy hát végül is az élete nélkül is tud teljes lenni. És itt ugye a probléma az nem azzal van, hogy egyébként egy pár ne egyezhetne meg ebben, hogyha ők ebben akarnak megegyezni. Tehát ugye mi pszichológusok mindig azért így próbálunk hozzáállni a helyzethez, hogy nem mi mondjuk meg, hogy mi helyes, meg mi nem helyes feltétlenül, hanem ez nem foglalunk feltétlenül ilyen helyzet szempontból állást egy érték mellett vagy ellen. De azért ilyenkor nagyon érdemes belemenni abba, hogyha az ő valódi vágyaikat nézzük, abból ez következik, hogy ők nem akarnak amúgy szexuális életet élni? Mert hogyha nem, akkor az nyilván egy probléma lesz, ami megint csak majd más helyzetekben fogja mondjuk a helyzetét felütni, vagy felütni a fejét. Lehet, hogy mondjuk egyik félnek lesz egy munkafüggősége, a másiknak meg egy szeretője, mert neki azért mégiscsak fontos ez a dolog. Ez utólag majd mondjuk kiderül, és mondjuk ennek ilyen eredménye lesz. Meg adott esetben az egyéb eltávolodásra is hatással van ez, tehát, hogy kiesett az a faktor, ahol intim módon meg tudjuk élni a közelséget, a kölcsönös felszabadulást, az egyéolvadást, stb. És hogyha nincsen ebben sikerélményünk, nincsen ebben kompetenciánk valahol, akkor az más életterületeinken is elkezdi szépen lassan éreztetni a hatását, mert nem lesz bennünk az a hit, hogy ezt meg tudjuk adni egymásnak. És akkor mindenki, ezt azért elég gyakran látjuk, a saját kis belső univerzumába el van zárva, és ilyenkor jöhetnek valóban azok a döntések, amik kinyúlnak a párkapcsolatból, vagy ezt az energiát kiszervezik a külvilágba, és ott tartunk, hogy két különálló sziget működik egymás mellett, élnek lehet, hogy egy ilyen jó baráti vagy akár testvéri viszonyban, de valójában azok a kötőelemek, azok már csak
pusztán a kapcsolat ténye miatt így hírből vagy ilyen panelszerűen vannak meg, de hogy így igazán mélyen, minthogyha ezek a kötelékek elvesztek volna. Tehát, hogy ennek van egy ilyen járulékos következménye is, ami megint csak is nagyon jó, hogy kiemelted, hogy nem tesszük le a voksunkat egy adott érték mellett, meg nincsenek abszolút igazságok, csak hogyha nincsen konszenzus a pár két tagja között, akkor azt teszi jelentősen problémássá ezt a kérdést ebben. Szeretném kihangosítani egyébként, hogy nekem nagyon jó titeket hallgatni, és annyira örülök, hogy végül is ez így jött össze, hogy hárman vagyunk, és hogy tőletek tanulhatok én is, meg tanulhatnak a hallgatók is, mert nagyon izgalmas epizódnak érzékelem azt, hogy ennyire sok-sok-sok szempontot be tudtatok hozni, úgyhogy nincs még vége az adásnak, de így nagyon köszönöm most ezen a ponton is már, hogy ez így létrejött. És arra kapcsolódnék rá, hogy is van ez az intimitás kerülés, mert nagyon sokszor azt látom, hogy ha nem párokkal dolgozom, és az egyik fél jön, és nincs szex a kapcsolatban, akkor meg szokták nevezni a másikat, aki nem akar szexet. És hogy én amúgy akarnék, meg velem amúgy tök rendben van, meg nekem tök normális az igényem a mennyiséget tekintve erre, de hát a másik miatt nem lehet. És még egyszer sem láttam olyat, hogy ne bizonyosodott volna be az ellenkezője, hogy egyébként neki is nagyon komoly elakadása van a szexel, és hogy ő is kerüli a szexet, és egyáltalán nem csak a másik félen múlik ez. Meg ezt tudja spékelni még az is, amikor úgy van megfogalmazva, hogy a másik nem akar szexet, és hogy az a problémánk, hogy nem akar szexet, holott általában inkább az szokott ugye lenni, hogy lehet, hogy tényleg nem akar szexet, de van más egyéb számtalan problémánk is, és ennek mondjuk ez mondjuk egy következménye, hogy mondjuk ő kerüli a szexet. És nem is biztos, hogy azt jelenti, hogy nem akarja, csak azzal együtt, hogy vágyik mondjuk magára a szexre, olyan elakadások vannak a kapcsolatban, ami miatt nem tudja megélni velem a közelséget, és azt kerüli. Tehát ez is szerintem egy fontos különbség, hogy itt is vissza tud azt köszönni, hogy magát a problémát, azt egy olyan tényezőhöz kötöm, ami nem teljesen fedi a valóságot, hanem csak egy részét ragadom meg annak. Azt a részét ragadom meg, amikor én oda megyek kezdeményezni, és azt mondja a párom, hogy fáj a fejem. Tehát mi következik ebből? Ő nem akar velem szexelni, ezért rossz a kapcsolatunk. De egyébként az, amikor ő azt mondja, hogy fáj a fejem, abban egy csomó minden ott lehet az, hogy elfelejtetted a születésnapomat, hogy igazából hónapok óta egy dicséretet nem kaptam tőled, az, hogy halálra melózom magamat, és én sem nagyon figyelek a te igényeidre, meg egy csomó minden. Meg hogy mondjuk nem alszom eleget, és rendszeresen eleget. Fáj a fejem, és hogy ez tényleg egy probléma. Igen. És nagyon hasonló ez az is, hogy a párok azt mondják, hogy velünk és köztünk mindig minden rendben volt, és ott kezdődtek a problémák, hogy jött a gyerek. És hogy az ölte ezt meg, és hogy azért tényleg nagyon megbonyolítja a dolgokat egy gyereknek az érkezése. Tehát az, hogy mi ketten eddig hogy vittük az életünket, és hogy csináltunk különböző dolgokat, az teljes mértékben átalakul. Szóval ez egy természetes dolog, hogy ez egy krízis helyzet, adaptálódni kell, alkalmazkodni kell ahhoz, ami megváltozott, és ki kell alakítanunk az új szokásainkat, és ebben meg kell találni valószínűleg inkább hosszabb távon a helyét a szexnek újra egyáltalán. Kérdés az, hogy szülés után egy nő milyen hamar érzi azt, hogy erre bármilyen szintű igénye is van. De én azért a rendelőben azzal szoktam inkább találkozni, hogy a problémák azelőtt keletkeztek, csak a gyerek születése nagyon felnagyította ezeket, vagy sokkal jobban rámutatott erre. És ez nem jelenti azt, hogy mindig kivétel nélkül így van, csak ez is olyan, mintha egy tényezősre akarnánk lefaragni, hogy megértsük végre, hogy mi történt velünk. És én azt látom, hogy ez az egyik legnehezebben elfogadható dolog, amikor a problémáinkról gondolkodunk, hogy hiába szeretnénk megkeresni az okot. Annyira sok összetett probléma van, ami egyébként meg jó hír is, mert arra is lehetőséget ad nekünk, hogy beavatkozási pontokat találjunk. Hogyha ez egy sok tényezős dolog, akkor lehet, hogy változtathatunk valamint benne, ami nem várt hatással lesz a szexuális életünkre. Például, ha mondjuk nagyon fontos probléma a kialvatlanság ebben a párkapcsolatban, akkor lehet, hogy prioritásság, nem csak a párkapcsolatban, hanem úgy egyáltalán az egyén életében, akkor lehet, hogy érdemes prioritássá tenni azt, hogy jobban aludjak, és ez egy sor dolgot dominószerűen meg fog változtatni az életünkben. Nekem az jut eszembe, hogy nagyon sokszor látjuk azt, hogy
ilyen rugalmatlan, begyöpösödött képzeteik vannak a pároknak arról, ugye ez is elhangzott már korábban, hogy hogyan is, meg és milyen körülmények között kell történnie a szexnek, és hogy nagyon sokan arra állítják be magukat, hogy mit tudom én, leraktuk a gyereket, be van rakva, nem tudom, a mosogatógép, minden el van rendezve, és akkor este 10-kor, 11-kor az a mi időnk. Na most lehet, hogy már ki vannak facsarva, mozogni nem tudnak a fáradtságtól a párok, egyáltalán nem jutott arra idő, hogy bármilyen csábítás vagy a vonzalomnak a kifejezése, vagy flört megelőlegezze, vagy így előszobája legyen konkrétan a szexuális együttlétnek, és ezért inkább úgy döntenek, hogy alszanak, és már megint alszanak. És ez így történik hónapokon, éveken át. És nem kerül be a gondolataikba az, hogy így nem csak az az egy időpont lehetséges, és hogyha van egy belső engedély arra, hogy mi igazából, nem tudom, home office-ban vagyunk mind a ketten, a gyerek iskolában, és amúgy délelőtt is lehetséges, hogy így a kanapén megtörténjen, tehát nem abban a settingben, nem abban a környezetben, ahol mi úgy gondoltuk, hogy ennek így történnie kell, akkor ez tud hozni egy felszabadulást, és pusztán ez, hogy bekerül a képletbe egy ilyen dobozon kívüli gondolat, most kinek dobozon kívüli, kinek pedig teljesen hétköznapi, az egy óriási löketet tud adni annak, hogy fűszere is legyen a szexualitásnak, meg hogy javuljon a minősége a nem az együttléteknek konkrétan, hanem inkább az erről való gondolkodásnak, vagy így az egymásra való ráhatásnak. És én képviselném a hallgatóinkat ezen a ponton, hogy megfogalmazódhat most az, hogy jó, de hát mi nem vagyunk home office-ban, ez ránk nem vonatkozik, hogy a példáinkat szerintem érdemes úgy kezelni, hogy abból kifolyólag tovább gondoljuk a saját életünkre, hogy nekünk az hol lehetne az a beavatkozási pont, ami eddig nagyon merev volt, és egy picit, ha másképp nézek rá, vagy változtatunk egy dolgon, az, hogy tud dominó-szerű hatást jelenteni a mi életünkben. Nekem az is eszembe jutott így a téma kapcsán, hogy sokat tud szerintem számítani az a tényező, hogyha mi meg tudunk mondjuk bizonyos átmeneti időszakokban abban állapodni elfogadható módon, hogy a szex valamilyen okból háttérbe kerül. És ez nem egyenlő azzal, hogy a szex meghal, tehát mondjuk lehet, hogy egy műtét után, akkor azt mondjuk, hogy most pár hétig, most szerintem ne ugráljunk annyira, mert az senkinek nem lesz jó. De itt van erről egy megegyezés, értjük, hogy ez miért történik, és szerintem ez nem fontos, hogy ez rendben van, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor a szexuális életünk, a kapcsolatunk akkor romokban dölt, hanem lehet ilyen időszak, akár egy nagyobb stresszel járó. És lesz is. Igen, vagy mondjuk például valaki gyászol, egy nagyon mély gyászban van, és hogy a kapcsolódást ott mondjuk az jelenti, hogy én oda bújok melléd, és megölellek, és akkor így tudjuk az intimitásunkat megélni, és mondjuk lehet, hogy abban az időszakban a szexualitás az háttérbe szorul megint csak. De akkor ezt ki lehet mondani, hogy most ez esik jól, nem arról van szó, hogy már nem kívánnak, nem arról van szó, hogy ez örökre így marad, hanem most ez nagyobb teret kap a kapcsolatunkban. A probléma szerintem akkor van, amikor alapvetően azért a vágyak meglennének, valami miatt, amiket ugye néztünk, valamilyen tényezők miatt ugye elkezd a szex háttérbe szorulni, és ezt mi nem tudjuk megfelelően értelmezni, nem tudjuk elhelyezni a kapcsolatunkba, és emiatt jön létre ugye egy ilyen állapot, hogy valahogy hiányt élünk meg. Nem szeretem ezt a szót annyira, de most mégis úgy érzem, hogy ideillik, hogy tulajdonképpen a legtöbb problémát az okozhatja, hogy ezeket túlreagáljuk, hogy magunkra vesszük, hogy úgy értelmezzük, mint ami most már mindig így lesz, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítunk egy-egy ilyen szexmentes időszaknak, mint amekkora jelentősége valójában van, és hogy generálunk egy sokkal nagyobb problémát, és azt gondolom, hogy ez az érzelemszabályozással nagyon erősen összefügg, hogy egyáltalán tudok-e hogy egyáltalán meg tudom-e nyugtatni magam, hogy hogyan tudom ezt az egyébként elszaladt fantáziavilágot arról, hogy ez most hova fog minket vezetni, és mennyire lesz nehéz kicsit visszafogni, és a realitás talajára visszaérkezni, hogy nagyon sok esetben szerintem tényleg azt hiszik a párok ilyenkor, hogy mindenképp rólam szól, és hogy mondtad az elején, hogy ez egy kapcsolati probléma,
ott eszembe jutott, hogy mondjam, és akkor itt most hozzáteszem, hogy nem csak, vagy nem abban az értelemben értjük szerintem, hogy mindig azt jelenti, hogy a kapcsolattal van valami baj, hanem hogy hozunk magunkkal egy sor nehézséget, és a mind a kettőnknek vannak démonai a saját nemi szerepével, már ahogy te is mondtad most ebben a heteronormatív szövegkörnyezetben, és mind a kettőnknek van ezzel kapcsolatosan önértékelési nehézsége, és nem találtuk meg ebben a megnyugtató válaszainkat, akkor ez meg fog látszódni, vagy vélhetően meg fog látszódni a kapcsolaton, mint ahogy a kötődési sebeink, a kötődési traumáink, a traumáink, a szexuális traumáink, ez mind-mind meg fog látszódni úgy a párkapcsolaton, hogy nem egymással van problémánk, és igazából nem a kapcsolatban van a probléma, hanem a hozott csomagunk olykor nehezebb vagy nagyobb, mint amit elbír egy kapcsolat sérülékeny szexualitása. És akkor van szerencse mondjuk egy ilyen párkapcsolati történésnél, amikor mondjuk megmutatja magát egy traumatikus élettörténet, mert hogy a szexualitásban egyszerűen tetten érhetőek, tehát hogy akár a kötődési traumák, de nyilván a szexuális traumatizációnak az előtörténetei ott lesznek a testben lenyomatként, és ott lesznek a pár szexualitásában, de hogy az egy szerencsés verzió, hogyha a másik tud egy olyan biztonságos kötődési hátteret biztosítani, amiben türelem van, elfogadás van, közös kimunkálása van ennek az egésznek. Nyilván a szenvedőbb fél, vagy a trauma múlttal rendelkező fél eljut önismeretbe, hajlik arra, hogy ezzel foglalkozzon, és ezt feltérképezze saját magában, akkor ez egy jó irányba el tudja vinni a kapcsolatokat, de hogy nagyon sokszor azért azt tapasztaljuk, hogy mind a ketten hordoznak ilyen puttonyokat, kulcs a zárba illeszkedik a két trauma egymáshoz, vagy kialakul egy tudattalanul egy bántalmazó áldozat dinamika a párkapcsolatban és a szexuális életben is, vagy pedig mind a ketten behúzódnak a saját csigaházukba, mert pánikszerű állapotokba kerülnek pusztán az érintéstől, vagy a közelségtől, és ez lehet, hogy az első időszakban nem mutatja meg magát, mert akkor nagyon sok mindent felülír még az, hogy mámorban vagyunk a másik közelségétől, vagy szeretetétől, meg annak a kapcsolatnak a lehetőségétől, ami mondjuk a gyerekkorunkban sérült, vagy hát az a kapcsolati minta, amire vágytunk volna, az sérült, és akkor most végre megvan, és ennek nagyon örülök, de hogy utána szépen lassan bizonyos pontokon megmutatja magát az eredeti sérülés, és hogyha tényleg az van, hogy mind a kettőnek van elakadása ezzel kapcsolatban, akkor az messzire tudja lökni egymástól őket. Nyilván ezért fontos arról beszélni, vagy hogy itt jön be az önismeret, meg a nyílt kommunikáció a képbe, hogyha erre itt találunk szavakat, akkor ez azért tud a kapcsolaton belül egy gyógyulást hozni. Én erre a kötődési trauma és önismeret fogalomra kapcsolódnék rá, mert így eszembe jutott egy jelenség, ami megint csak ismétlődő jellegű lehet szerintem a kapcsolatokban. Szoktuk azt mondani, hogy a vonzalom például azért is meg tud halni, mert valahogy unalmassá válik ugye a kapcsolat, és ugye ezt is lehet akkor szponcolgatni, mitől válik például unalmassá. És mondjuk ennek egyik oka lehet például az, hogy lehet, hogy a pár tagjai nem rendelkeznek egy ilyen természetes autonómia készséggel, nem tudják az önállóságukat megélni, ezáltal az életük más területén sem. Tehát mondjuk nagyon passzívak, nincsen igazából meg ez a képességük, ezáltal ugye nem szereznek igazán élményeket, ami valahogy kevéssé gazdagítja a személyiségüket mondhatni, és ezáltal már kevésbé tudnak érdekesek is maradni egymás számára, ha ezt értitek. Tehát mondjuk az erre való képesség vagy igény, hogy legyen egy ilyen képességünk az autonómiára, az segíthet mondjuk a szexualitásnak a meglétét is fenntartani, hiszen akkor mondhatjuk, hogy érdekesek tudunk maradni egymás számára. De ezt mondjuk össze lehet keverni azzal a helyzettel, és itt már bejön az önismeret, meg akkor a kötődési trauma, hogy én nekem mondjuk kötődési sérülésem van, és azt a helyzetet értékelem vágykeltőnek és vonzalomkeltőnek, hogy a másik mondjuk érzelmileg elérhetetlen. Tehát itt már nem az önállóságról van szó, nem arról van szó, hogy nyilván nem annyira szexi, hogyha a másik egész nap a kanapén ül, és semmit nem csinál, meg semmit nem kezdeményez az életébe,
hanem hogy a saját kötődési traumámat, amit nem dolgoztam fel, az bizonyos értelemben ráterhelem a kapcsolatunkra, és úgy értelmezem, hogy hát ez azért van, mert te nem vagy elég túl jó fiú, vagy túl jó kislány. Egyébként lehet, hogy nem vagy jó fiú, meg jó kislány, csak mondjuk nem úgy, nem vagy velem seggfej, mondjuk, amit korábban megszoktam, és akkor azt mondom, hogy hát akkor nyilván így már nem elég vonzó ez a dolog a számomra. Na ez már szerintem egyértelműen önismereti kérdés. Abszolút, és közben az érdekességről az is eszembe jutott, hogy sokszor ezt úgy is lehet ám, hogy annyira ingerkereső vagyok, csak azért, hogy ne kelljen a belső világommal foglalkozni, hogy folyamatosan az újdonságot vágyom és kutatom. És túltolom. És itt nagyon bejön a képbe a pornófüggőség, a túlzott pornóhasználat, és nem önmagában a pornó ellen akarok felszólalni, tehát hogy látom ennek a funkcióját, hogy néha ezt tud színesíteni, ha a pár mondjuk hajlandó együtt nézni, meg hogy nem csak negatív hatásai vannak, de a mainstream pornó nagyon sok negatív hatással bír, és nagyon sok ember életét teszi tönkre, tehát hogy azért ez szerintem fontos, hogy ki legyen mondva. Viszont ha a pár elkezd egymástól eltávolodni, vagy egyébként már eleve egy ilyen szokással jön be az egyik tagja a kapcsolatba, hogy időnként pornó filmekkel önkielégít, akkor azért az is rátesz erre az egész rétegre, hogy amúgy elintézem ezt az egészet magamnak, és a kapcsolatból ezt egy önálló tevékenységre viszem át, és nem vesszük azt észre, hogy ez fenntartja a problémát, mert ha neked ez rendben van, vagy nem vagy ilyen szempontból egyáltalán frusztrált, akkor nem leszel annyira motivált abban, hogy kitedd az asztalra, mint probléma, és beszéljetek erről. És visszatérve egy kicsit az önismeretre, szerintem az is nagyon kulcskérdés, hogy egyáltalán én képes vagyok-e arra, hogy ugyanaz iránt, az ember iránt érezzek szexuális vágyat, mint akihez kötődöm, és biztonságban érzem magam mellette érzelmileg, és azért ez sajnos nem minden embernél van így, és amíg még ez szétválik, vagy nem tud összpontosulni az én életemben, és nem tudom ezt egy ember iránt érezni, akkor sokszor leszek bajban, hogy a kötődési kapcsolat, a párkapcsolat az nagyon jó, meg vágynék rá, de abban igazából hosszú távon nem tudom fenntartani a szexuális vágyat, és mindig külső személyekre vágyom, és ott tudom megélni, és ezért még hibáztatom is a páromat. Szerintem nagyon lényeges, hogy kiemelted amúgy az addikciót, meg a pornót, és én lehet, hogy kicsit kisbővíteni, azért mondtam így, hogy addikciókat, mert megint nem mindegy, hogy mi történik szerintem a pár két tagja között, hogy az történik, hogy alapból van mondjuk egy fél, akinek problémája van valamilyen függőséggel, és akkor nem csak a pornóval, hanem bármi mással, ami amúgy tönkreteheti a szexualitást. Vagy arról van szó, hogy ez egy válasz egy helyzetre, hogy mondjuk én úgy élem meg a szexet a partneremmel, hogy az egy ilyen valahogy túlságosan csak gyengéd, lágy minőség tud lenni, nem tudunk szenvedélyesek lenni, és akkor keresek egy helyzetet, ahol ezt megélhetem például, ezt a szenvedélyt, és akkor ez nem biztos, hogy szerencsés, hogyha kiszervezem ezt a minőséget a kapcsolatban, akkor inkább a kérdés az lenne, hogy mi hogyan tudnánk a szenvedélyt megérni, hogy mi hol akad ez a történet. Tehát, hogy megint csak ugye egy kérdés, hogy akkor alapvetően egy függő emberről beszélünk, akinek a függőségét kéne, hogy kezeltesse. Például lehet bármi más függőség is, alkohol, cigi, ezek is mind hatással lehetnek például a szexre. Vagy egy kapcsolati helyzetre adott maladaptív válaszról beszélünk, ami egyébként a kapcsolaton belül lehetne jól kezelni, és akkor lehet, hogy a pornóra nem is lenne feltétlen szükség. És hát azért ez is gyakori, hogy ilyenkor a párok évekig veszekednek azon, hogy de miért nincs szex, így kéne, úgy kéne, amúgy kéne, és közben pedig arra egyikőjük se néz rá, hogy azért nincs szex, mert önbizalomhiányban szenvedek, vagy önbizalomhiánytól szenvedek, és ha ezt nem kezdem el kezelni, és nem megyek el önismeretbe, és nem fejlesztem magam, akkor itt sose lesz szex. És akkor azt hiszik, hogy jó, ez egy befutcsolt párkapcsolat, menni kell, váltani kell, és majd az új párkapcsolatban biztos jobb lesz a szex, és megfogalmazzák azt a következtetést, hogy nem illünk össze szexuálisan. Egyébként szerintetek van olyan, hogy két ember nem passzol szexuálisan? Csak érdekel, hogy ti mit gondoltok erről. Az biztosan ki tudom jelenteni, ritkábban, mint ahányszor ezt megállapítják. Én is valami ilyesmi választ adnék, tehát hogy szerintem létező jelenség, de talán túl misztifikált. Ez olyan, mint az igazi. Igen.
külön-külön a tényezőkről még rengeteget lehetne beszélni, és szerintem kell, hogy legyen folytatás ennek, hogy többször több mindent részletesebben kivesézünk, de úgy élem meg, hogy elég jól összeszedtük a sok tényezőségét ennek a témának, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszi szépen. És a hallgatóknak megmondom, aki ideig eljutott, hogy van egy Facebook csoportunk, amiben az Amiről nem beszélünk podcast epizódjait ki tudjuk beszélni, úgyhogy ha van kedvetek, akkor gyertek ebbe a Facebook csoportba, és írjátok meg, hogy mi jutott eszetekbe arról, amiket hallgattatok. Ez itt az Amiről nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. Borzasztóan bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebbé és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy megértsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van.